Megújult a közmédia kulturális csatornája, az M5. Új arculattal és új műsorokkal várják ezentúl a nézőket, a kultúra több területe is önálló magazint kap. A megszokott és kedvelt műsorok is új köntösbe bújnak, emellett különleges filmválogatások is szerepelnek a kínálatban. Így néz ki az M5 csatorna megújult stúdiója. A munkálatok több hónapig tartottak. Az új arculatot a nézők már hétfőtől láthatják. Teljesen új műszaki környezetbe kerültünk, modern, korszerű, a legmodernebb technikákkal, és minden mellett próbáltuk megújítani a műsorok díszletét, arculatát, környezetét. Rejtélyek. Nem csak a stúdió változott meg, több új műsor is indult. Szombatonként jelentkezik majd a História című heti magazin műsor, ami izgalmasan és színesen számol be történelmi érdekességekről és az aktuális vitás kérdésekről. Az új kulturális magazin a Kunst pedig a hazai képzőművészet eseményeit és legnívósabb műhelyeit mutatja be. Továbbra is a tudomány határtalansága jelenik meg a multiverzumban, és a kulturális élet aktualitásait mutatja be minden nap a librettó. Az Ez itt a kérdés, és a Kommentárklub pedig megújulva várja a nézőket. Horváth Szilárd műsorvezető azt mondta, hogy a csatorna megújulásával ő is nagyobb lendületet kapott az év elején. Most, hogy megújult minden, egészen más, tehát újra feltöltődik az ember, újra olyan kedvel áll bele, mintha valami újat kezdene, pedig hát nem a régit csinálja, csak új köntösben egy kicsit. Remélem, hogy a nézőknek is pontosan ilyen lesz. Új műsor lesz még a Magyar Nők című sorozat, amely a magyar múlt kiemelkedő nő alakjainak állít emléket. És a filmek kedvelőinek is tartogat a csatorna érdekességeket. Az M5 csatorna igazgatója elmondta, olyan alkotásokat tűznek műsorra, amik ma már ritkán láthatóak. Lesz egy kiváló francia filmválogatásunk, és terveink szerint elindul egy olyan díjnyertes filmekből álló válogatás, amely méltán számíthat a nézők érdeklődésére, mert nem csak művészi értelemben magas színvonalú filmek ezek, hanem meglehetősen népszerűek voltak az elmúlt esztendőkben. Január 6-ától új filmes válogatást indítanak, először egy olyan összeállítással, amely azt mutatja be, milyen magas színvonalon színesen foglalkozik a lengyel történelem kiemelkedő eseményeivel a lengyel filmművészet. Emellett indul egy kiváló friss francia filmes válogatás és egy sikeres díjnyertes műveket bemutató sorozat is. Embert, a kultúra otthona.